Ha megnézi ezt a mögöttünk levő képet, ami az egyik személyes kedvencem, azért egy szép metaforája a gondoskodásnak, mert ezen a képen mindenki gondoskodik mindenkiről. És ezt egy kicsit elértve eszembe jutott az a gondolat, amit sokszor megfogalmazott már, hogy csodálatos ünnep az advent, a karácsony, húsvétkor is van mire emlékeznünk és mit átélnünk, de mégiscsak azért ez egy 365 napos szolgálat lenne, és mi van akkor, hogyha megpróbálunk családokat örökbefogadni, figyelni rájuk, együtt lenni velük. Én ezt egy csodálatos, de meg nem haragszik érte, nagyon naív gondolatnak tartom. Egész egyszerűen azért, mert néprajzos háttérrel jövök, és óriási kulturális szakadékokat látok. És ennek az áthidalása bizony-bizony komoly erőpróba mindenkinek, aki jobb körülmények között született. Egyetértek. Sokszor szoktam mondani, hogy van egy olyan igazság, amit még senki nem cáfolt meg, és ez pedig az, hogy senki nem maga választja meg, hogy hol szülessem. Ez az egyik. Illetve pontosan most ugye karácsony táján azért pontosítani szoktam, hogy egy valaki maga választotta meg. Ez a mi Teremtő Istenünk, aki így jött közénk. És azt hiszem, hogy ha innen indulunk el, akkor egy kicsit más perspektívába látjuk a világot. Tehát igen, egyikünk sem választotta meg, hogy hol szülessem, de ez mindenkire igaz. Ránk is, meg a többiekre is. És ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a karácsony üzenetét, tehát az Úristen üzenetét, amit Jézus Krisztusba ad nekünk, akkor mindjárt kapcsolódom ehhez a gondolathoz, hogy a gondoskodás, összetartozunk, és felelősek vagyunk egy kicsit egymásért, hogy hát az a előny, vagy az a elkényeztetett helyzet, amiben mi beleszülettünk, mert azért valljuk be őszintén, hogy hát mi azért el vagyunk kényeztetve itt Európában, itt Magyarországon, és ez az elkényeztetett helyzet csak akkor válik a mi javunkra, hát ha szabad ilyen nagyon költőjen mondani, az emberségünkre, hogyha észrevesszük a többieket is. És együtt akarjuk ezt a ránk bízott csodálatos világot, hát ezt is szoktam hangsúlyozni, harmóniában megélni a Teremtő Istennel. Ilyen egyszerű lenne. Egyébként pont maga Jézus józanít ki ebben minket, amikor azt mondja a Júdásnak, hogy hát szegények mindig is lesznek. Ez egy olyan probléma, nem megoldódik, hanem van. Jaj, nagyon örülök ennek, ezt én is sokszor mondom. De tudja, hogy én honnan tudom, hogy most foglalkozom a Jézus Krisztus szupersztárral, mint rendező, és jaj, benne van, ez a pillanat benne van, amikor Júdásnak azt mondja, hogy ne gondold, hogy én a problémát megoldom, mert ez nem egy probléma, hanem ebben együtt van élünk. Lehetőséged mindig arra, hogy te valakit észrevegyél, valakivel sorsközösséget vállaljál. Ez nagyon fontos. De a karácsony az mindig is valahol a szolidaritás ünnepe is volt, nem? Hát igen. Tehát ezt János apostol valahogy így fogalmazza meg a levelébe, hogy ha Isten így szeretett minket, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. És hát ha azt mondjuk, hogy mi Krisztushoz tartozunk, akkor próbáljunk úgy is viselkedni, úgy is élni, vagy gondolkozni, ahogy ő viselkedett. És tényleg hát ez a karácsonyi történet, napokban írtam egy kis cikket egy kis újságunknak, és abban mondom, hogy felolvassuk a Lukács evangéliumból a betlehemi történetet, hogy Mária megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta, a jászolba fektette. És akkor zárójelbe odaírtam, hogy a jászol az nem szobadísz, hanem az állatok etetője. Ha valaki esetleg még ezt nem tudná. Mert ez szép kifejezés. Mert olyan szép, hogy jászolocska, meg angyalkácska. És hogy ez a valóság, hogy így jött közénk a Teremtő Isten. Ezt a szélsőséget vállalta. És hát amit, hát ugye tényleg mondunk, hogy szolidaritás, hogy hát én is születhettem volna ott. És ugye ezt egy kicsit végig gondolni, hogy hát miért vagyok én olyan magabiztos és beképzelt? Hát, és úgy szoktam ezt a gondolatot úgy végigvinni, hogy amit Pál apostol mond, hogy mit van, amit nem kaptál? Hát, hogy hol születtél, kik voltak a szüleid,
milyen mázlid volt, hogy egy jó tanítónénid volt, az iskolád, a baráti köröd, az olvasmányaid, a kulturális élményeid, a templomod. Hát ezt mind kaptuk. Igen. Mi valami hasonlón dolgozunk itt sokan, a Fetekert keretein belül, a felzárkozó települések programban. Aznak a formáját keressük, hogy miként lehet ezt a, ha úgy tetszik, örökbefogadást, vagy valamilyen patronálást létrehozni. Hogy ennek mik a materiális kritériumai, az nagyjából hamar összeáll. Mert kell egy földterület, mert kellenek emberek, akik ott támogatóként belépnek, mert a know-how-t leviszik, vagy megtanítják, vagy segítik annak a megvalósulását. Nyilván ennek a hosszú távú lelki elkötelezettsége az, amit egy egyházi vezetőtől mi kérdezünk, és ebben a segítséget, mert gondolom egy gyülekezeten belül ezt azért egyszerűbb megszervezni, egész egyszerűen a természetrajza miatt, ahogy egy közösséget ott a hit, a kereszténység, az együtt töltött idő minősége összetart. Nekünk innen kell vadászni az embereket erről a piacról idézőjelben. De azt hiszem, hogy ez a zseniális gondolat, hogy együtt csinálni. Tehát, hogy hát tulajdonképpen, hát megint egy kicsit ilyen filozófikusan így közelítem meg, hogy az Úristen nagy könnyelműségébe ideadta nekünk ezt a csodálatos teremtett világot, amit hát Ferenc pápa szeretne egy kicsit óvni, meg védeni, és ebbe hív bennünket. Na de hát itt vagyunk, és hát mindnyájunké ez a csodálatos világ, és hogyha együtt próbáljuk ezt a óriási lehetőséget kihasználni, kamatoztatni, ez mindenkinek jó lenne. Tehát aki egy kicsit nagyobb háttérrel indul, hát tényleg hozhatja ahhoz a kis termőföldhöz az ő gépei, technológiáját, hát üzleti kapcsolatait. Na de hogy bevonni azokat, akik ott vannak. Hogy ő is sajátjának érezze, hogy ő is örülni tudjon. Hát szóval ez nekem egy olyan felejtetetlen élmény, amikor hát a kis kertjébe jön a cigány anyuka, és azt mondja, ez az én sárgarépám, mutasd meg a tiédet, nézd az enyém milyen szép. Tehát, hogy ezt ő sajátjának érzi, és hát, hogy nem hiába adtuk oda azt a kis vetőmagot, tényleg fölásúzta a kis kertjét. Hát a teremtés az teremtés. Igen, és hogy és annak az öröme, hogy ez a mi közös örömünk. Ez önnek egy gyermekkori motiváció, tehát a gyerekkorból jön az, hogy segítőkezek lehetnek mindenfelé, hiszen jól tudom, a 43-as születésű, igen, de hogy aztán a háború vége ezt nagyon hamar ketté hát törte ezt a szép kicsit ilyen pimasz módon azt szoktam mondani, hogy hát én aztán elkényeztetett gyerek voltam, mert ugye apám meghalt a háborúba, anyám ott maradt egyedül, utána kitelepítettek még minket Budapestről, és falun nőttem föl. Na de éppen ezeket az élményeket megkaptam, és ezt most tényleg komolyra fordítom a szót, hogy ezt nem könyvből olvastam, hogy azt a kertet meg kell művelni, azt föl kell ásni, utána elültetni, gondozni, és annak az öröme is. Nekem gyerekkori emlékem. Nagymama megmutatta, hogy ezt hogy kell csinálni, és az, hogy a megosztás is. Hogy tényleg az első kis gyümölcsből, zöldségből azért a szomszédoknak átvittünk egy kis kóstolót. De ők ugyanezt visszaadták. Tehát a 50-es években én ezeket az élményeket éltem át, hogy hát persze még óvatosan mondom, hogy sokkal nagyobb volt a szolidaritás. Mert mindnyájan nehéz helyzetben voltunk. És olyan jó lenne ezt újra megtalálni, ezt vissza csöpögtetni a tudatunkba, hogy hát ennél nagyobb öröm nincs, mint amikor meg tudjuk osztani a lehetőségeinket, és együtt tudunk örülni annak a
zöldségnek, gyümölcsnek, káposztának, akárminek. A püspök úr, azért az a falu, az nem akármilyen falu volt, tehát Zebegény azért az egy különleges hely, meg hát az jó, egész... ez Szabolcs után volt az Zebegény, aha, csak ugye, de az is szép. Jó, de valahogy a Duna és a Dunakanyar az végigköveti az életét, tehát hogy nem csak híres vízitúrázó, de azért, hát ugye vannak, akik azt mondják, hogy ott van a Pilisben a szívcsakra, de valami az biztos, hogy van ott, tehát azért az egy varázslatos. De, szóval tényleg ezt ilyen értelemben is mondom, hogy el voltam kényeztetve. Tehát a Börzsöny lábánál van ugye Zebegény, és hát azok a kulturális emlékek, ugye a csodálatos Kós Károly templomban minisztráltam, és hát ugye mindig örülök, ha oda visszamehetek. Szőnyi Istvánt még láttam festeni, a nyári festőiskolák és a gyerekkori emlékeimhez tartoznak, meg egyáltalán hát a Duna, hát ugye az varázslatos és csodálatos. És hát aztán később a cserkészetbe tudtam ezt kamatoztatni, amit én is átéltem, azt mutattam a többieknek. Emlékszem, hogy egyszer egy cserkésztáborunkban éjszaka kivittem a gyerekeket egy rétre, és mondom, feküdjetek hanyat, és bámuljatok föl a csillagokba. És hát úgy örültem, amikor hallottam ezek a gyerekeket, hogy ez ilyen szép, hogy észrevenné ezt a csodát. Na de ugyanúgy a Duna, hát, és hát ez a, hát aztán ugye később meg a Pilis. Hát az volt megint a nagy élmény. Igen, illetve ha már a közösségektől igen indultunk, azért ott volt egy elképesztő reneszánsz, amikor a 80-as években hirtelen a nagymaros ifjúsági találkozók elkezdtek elképesztő módon felduzzadni, és elképesztő módon megszerveződni. Én emlékszem, én a mai napig nem értem, hogy az hogy történt, hogy leszálltunk a vonatról, és volt ott valaki, és elvittek, és vittek, és ott volt, és hirtelen, én nem tudom, hogy hányan voltunk, nagyon sokan voltunk, ugye divatba jöttek a beatmisék, és ugye a Péter mondta a Jézus Krisztus szupersztár, én emlékszem, amikor a Jézus Krisztus szupersztárt a Pasaléti templomba először vetítették. Tehát ott azért valami elképesztően elkezdett mozogni. Ki tudja, lehet, hogy onnan indult, hogy ugye, hát második János pápát mégiscsak Károly Bojtilának hívták. Igen. Tehát azért ott valami elképesztő mozgás. Ezt én is ugyanígy született élem meg. Hát ugye a nagymaros ifjúsági találkozók, ugye 70-es évek elejétől kezdjük, ugye Balázs Bélával, Kerényi Lajossal. Én akkor már Márjan Osztán voltam önálló plébános. A börtönben. Börtön mellett. Börtön mellett, igen. Igen. Börtönplébános volt, nem? Hát akkor még nem mehettünk be. Viszont van egy jó sztorim, Márjan Osztráról van egy kedves orvos barátom, akinek a 60. születésnapját ünnepeltük, és engem kértek, hogy mondjak egy laudációt. Hát rengetegen ott voltak orvosok, minden városi előkelőségek, és azzal kezdtem, hogy kedves professzor úr, emlékszel-e még arra, amikor együtt ültünk Márjan Osztán döbbencsön a plébánia kertbe. Tehát az is szép volt az a Márja, de onnan jöttem én is már a nagymarosi találkozókra. Később aztán Pilismarótról. Tehát tényleg valami elindult, és ez mind a mai napig megy. Hát ez se lehet véletlen, hogy most nyugdíjasként éppen nagymaroson élek. Igen, igen, erre célzott igen a kérdés egy kicsit. És fölnőtt egy generáció, hát ugye az, akik akkor fiatalok voltak, ma már mind nagyszülők. És hát egy olyan öröm, hogy hát látom, hogy hozzák a gyerekeiket, ez tovább megy. És hát aztán most már persze van Egerszalók, meg sok minden más is az országban, de kétségtelen, hogy onnan indult. Ezek reményt adnak. Miként képes ez a közösség megőrizni most egyáltalán magára, arra gondolok, hogy sokan vagyunk együtt, és valamit teszünk, hogy ha nem is tud különböző ideológiák közé szorulni és hangoztatni magáról, hogy ez egy origó, hogy mi középen vagyunk, de fölé emelkedni. Tehát én valahogy azt hiányolom az életünkből, hogy a fölé emelkedésnek a képessége kopik ki, vagy veszik el, ha megvolt egyáltalán, bár én ugyanebben a korszakban emlékszem arra az apámék generációjáról, és talán a mi tinédzser életünkből is, hogy elengedni dolgokat, fölé emelkedni, azt mondani, hogy van egy helyzet, de e fölött is vannak közös dolgaink, és ezeket együtt meg tudjuk élni, az egy magasztos érzés volt, szószoros értelmében. Hát és ezzel mindegy, csak igen, azt akarom mondani, hogy amikor egzisztenciális a félelem, akkor sokkal kevésbé vagyunk szolidárisak, mint amikor nincs semmink.
Ez így van. Igen. 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 Nagyon különleges. Tengerszint fele. Igen, igen. És hát ugye ez a belső motiváció nagyon fontos, hogy én jobbítsam egy kicsit ezt a világot. Valamit tegyek. Hát, hogy cserkészetet említettem az előbb, alapítónk, a Baden Powell mondott egy nagy mondást, hogy édes fiam, amikor megszülettél, olyan volt a világ, amilyen. De igyekezzél úgy élni, hogy egy kicsit jobb legyen a világ, amit majd magad után hagysz. Ilyen egyszerű lenne. És hát ezt az Úristen bízta ránk. Hát, ugye amikor hát, Jézus a számonkérésről tanít, ugye tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve ugyanezt mondja, hogy jobbítottál, mert éheztem, szomjaztam, beteg voltam, törődtél velem, szolidáris voltam veled, vagy akár a börtön. Hát ugye a Mária Nostra úgy látszik, hogy végig kíséri az életemet, úgyhogy most nyugdíjasként vannak elítélt pártfogoltjaim, akikkel hát most karácsony előtt különösképpen is találkozni fogok. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy minden élethelyzetet próbáljunk egy kicsit fölemelni, esélyt adni, reményt adni. Ez azért érdekes, mert ha ezt tovább gondolom, akkor mi van, hogyha mindenki a méreteihez képest tesz valamit? Tehát, hogy amilyen élethelyzetben vagyok, annak egy bizonyos részét én ennek a dolognak szentelem. Tehát nem kell mindent. Mindenki azt hiszi, most van egy nagyon távoli példát, amikor az ökotudatosság kerül szóba, akkor mindenki azt hiszi, hogy itt majd őrületes fordulatot kell venni. Egyébként kellene, na de az a sok kicsiből adódik össze. Tehát én se 180 fokos fordulattal alakítottam át mindent a lakókörnyezetemben, pénzem se lett volna rá, de úgy egyáltalán, hanem azt látom, hogy egy ilyen 15-20% az, amiről lemondtam, vagy amit úgy elengedtem, hogy azt mondtam, hogy a francnak ez az egész, meg hogy milyen iparágak vannak, amik csak a szemetet gyártják, hogy mi lenne, hogyha onnan nem vásárolnék. És ez nagyon keveset változtatott az életemnek azon a részén, ahol a pénzt számolom, vagy azon gondolkodom, hogy boldoggá teszi a gyerekeimet ez a sok hülyeség, vagy sem. Igen, tehát, ez a gondolat, hogy ez nagyon fontos, hát most persze nekem... Hogy csak mindenki tegyen valamit, ahhoz képest amekkora. De ez hogy az ő adottságainak megfelelően, tehát nem volt egy olyan buta dolog, hát még a ószövetségi időben a tized. Uh-huh. Tehát az egy nagyon jó dolognak tartottam, hogy a 10%. És akkor Jézus azt mondja, hogy a szegény asszony két filérje az mekkorát ér. És azt hiszem, hogy ezen jó lenne elgondolkozni, hogy akkora lendületet kaphatna ami társadalmunk, ha azt mindenki ezt valahogy magába tisztázná, hogy hát, hogy én sokkal többet tudok hozzátenni, de mindenki a lehetőségei szerint. Tud mondani egy-két szép példát, ami a gyülekezeteken keresztül elért önhöz ilyen családi patronálás szintjén, hogy valaki tényleg komolyan vették ezt az üzenetet, és azt mondták, hogy na, akkor most itt Tolnában, Nógrádban, bárhol egy család mellé állnak. Igen. Mondok egy nagyon-nagyon jó példát. Van egy kedves ismerős családom, akiket rávettem arra, hogy a nyári nyaralásból egy hetet töltsenek el az én nógrádi falumba. És ráálltak, és eljöttek, és utána lelkendezve mesélték, hogy ilyen jó nyaralásuk még sose volt. Hogy ott szépen vittek magukkal egy gitárt, és ott voltak 10 napig azok között a cigány gyerekek között, akik ott élnek. Elmentek együtt kirándulni, zenéltek, énekeltek, és összebarátkoztak. Tehát ez nekem egy nagyon bátorító példa volt. És hát ezt szeretném tovább, hogy örökbefogadó családok legyenek, akik egy-egy családdal személyes kapcsolatba kerülnek, tovább tanulásba. Szóval ezek óriási lehetőségek,
Csak azt hiszem, hogy ezt a fejünkbe kell egyszer tisztázni, hogy hát tulajdonképpen, ha mi szolidárisak vagyunk egy másik családdal, mi magunk is profitálunk ebből. Egyszer voltam egy családterápián, egy ilyen családállító terápián, ahol egy kicsit a generáció közötti feszültségek, vagy egy családon belüli feszültségek feltárása volt, mint a pszichológiának egy új irányzata. Rendkívül érdekes volt, de a legérdekesebb az, hogy megnéztem 14-15 embernek a történetét, ebben én magam is beállhattam, ha valaki kérte, hogy játsszak el egy apát, vagy játsszak el egy gyermeket, tehát így a színház pedagógiai eszközök is szerepeltek benne, a drámapedagógia, ez a rész érdekelt nagyon. De a legfélelmetesebb felfedezésem, vagy legörömtelibb felfedezésem az volt, hogy sokkal több bennük a közös, mint a különbség. Mert ennek a 14-16 embernek, ember között nagyjából 4 archetipikus történet vándorolt körbe. Vagy egy elveszett apa, vagy egy meg nem született testvér, vagy egy szerelmi bánat, és még volt egy negyedik, tehát mint a művészet, miről szól a művészet, 4 dologról, élet, halál, szerelem, és még egy kis szerelem. Miről szól a mesék, nem? Tehát igen, ez. Hogy én olyan, hát nagyon sok ember, ez egy nagy lelki trauma, ezt átélni, és közben egy nagy megszabadulás, de én 2 centivel a föld fölött lebegve jöttem el, hogy úristen, hát itt mindenki a testvérem. Hát nekünk ugyanazok a problémáink, tehát nem az van, hogy szörnyű, tehát amit az elején kezdtem, az a kulturális különbség, az egy szekunder szint, a primer szinten. Igen. Nekünk sokkal, de sokkal több közünk van egymáshoz, hogyne, mint gondolnánk. Nagyon örülök ennek a gondolatnak, ezt így szoktam fogalmazni, hogy hát csak az én életemre vetítve, hogy hát most már én 80 pluszos vagyok, hogy az emberiség létszáma megháromszorozódott, ez az egyik. De hogy a technikai civilizáció mekkorát változott, hát ugye ezen szoktunk élszelődni, hogy én még gőzmozdonyos vonattal jártam iskolába, Vácra, de az alapproblémák azok ugyanazok. Egy szellemi fogyatékos gyerek a családba, egy gyász, akár közültő balesetbe, akár valamiféle betegségbe, vagy hát tényleg most ugye a háborús híreket halljuk, hogy bele gondolni azoknak a családoknak a fájdalmába, akár Ukrajnába, akár ott Gázába elveszítik a szeretteiket. Abban a gyász, hát a művészetnek éppen ez a küldetése, hogy ezeket a valós emberi élethelyzeteket értelmezze, megossza, és együtt segítsen. Vagy pedig hát most nagyon érdekes a Karsai Dánielnek a kapcsán ez az eutanázia vita, de nem is vita, inkább beszélgetés. Fabényi püspök úrnak van egy levele ezzel kapcsolatban, nagyon örültem ennek. A ügyvéd úrnak címezte a levelet, és megköszönte, hogy végre van ma Magyarországon egy olyan téma, amiről tudunk kulturáltan beszélni. És nem egymást bántjuk és egymást szidalmazzuk, hanem keressük ennek a nagyon nagy problémának a megoldását. Az élethelyzetek azok mindig összehoznak bennünket. Tulajdonképpen ugyanúgy fáj egy nagyon gazdag családba is a gyász, mint egy rászoruló szegényebb családnál. Azt akartam csak kérdezni, az jutott eszembe, hogy mikor kerülnek közelebb a hithez az emberek? Mikor hívják gyakrabban, ha gyászról van szó, vagy ha születésről? Mert valahogy az ember azt gondolná, hogy ez ennek úgy egyensúlyba kéne, hogy legyen, bár azt gyanítom, hogy nincs. Hát, nincs. Szóval most mióta nyugdíjas vagyok, nagyon sok gyász élményben részesülök. És elsősorban itt kérnek segítséget. Mert abban a pillanatban, amikor szembesülnek azzal, hogy hát ő is meghalhat, bármilyen jól szituált családban él, bármilyen jó állása van, akkor azért picit az emberek elbizonytalanodnak. És hát én így gondolom, hogy van mondani valónk, és talán hát éppen ez az a pont, ahol a legközelebb állunk egymáshoz. Tehát ott állunk egy ravatalnál, és ott azért úgy érződik, hogy itt egy picit mindenki megérintődik.
És olyan jó lenne, ha ez aztán tovább menne is. És, de ugyanezt szoktam mondani ugye az ünnepeinkkel kapcsolatban is, hogy és karácsony, hogy kapunk egy esélyt mindnyájan, hogy egy kicsit változtassunk. Mert egyébként a karácsony szó, ugye ennek utána néztem, hogy ez a szláv eredetű krocson, krecsen, kracsony, kracsán, csony, ez a változtatást jelenti. A fordulást, a megfordulást, a életreformot. Csak erre nem nagyon szoktunk gondolni. Tehát kapunk mindnyájan egy esélyt, hogy egy kicsit jobbak legyünk. Emberebb emberek. Hát nem véletlen, hogy Jézus születését is ugye a téli napfordulóra teszi, aztán egyszer csak a történetmesélés. Egyébként, amit mondtál, Andris, arra az jutott eszembe, hogy volt egy csodálatos elhunyt már görög-katolikus kerekesszékes pap, Sáros Patakon. Hogy ne ismertem őt. Nagyon jóban voltunk, és egy szörnyű gyerek, vagy fiatalkori baleset miatt nagyon-nagyon nehéz körülmények között gyakorolta a hivatását. És egyszer ezt a kérdést feszekedtük, és mondta, hogy figyelj, nekem a legjobb. Én csak keresztelni tudok. De hát miért? Mert a kerekesszék nem fér el a sírok között. Nekem ezek az apróságok olyan mértékben helyre teszik arra a legnagyobb kérdésre adandó választ, hogy mi az élet és mi a halál, és hogy az életünknek tehát pont az elmúlása ad értelmet egy szakaszon belül. Tehát egy olyan magabiztossággal tekintett ezek után az ember arra a kérdésre, amiről beszél ön is, hogy nyilvánvalóan a fájdalom az számunkra egy nagyon nehezen értelmezhető valami. Tehát a szenvedés, amit nehezen tudunk átélni, de nyilvánvaló, hát azért a karácsonyhoz ez is nagyon közel áll a születés öröme. És hát most elmúlt évben 10-12 fiatal párt készítettem előesküvőre. Nagyon jókat beszélgettünk, nagyon élveztem, remélem, hogy ők is. És például erről is úgy elgondolkoztunk együtt, hogy mondom, tudatában vagytok ti annak, hogy mekkora csoda történik általatok. Hogy abból a pici kis sejtből egy csodálatos kis ember válik 9 hónap alatt. Egy kicsit apjára is hasonlít, anyjára is, örökli a génjeit, de egy kicsit a kulturális örökséget is hozza magával. Hogy van ez? És úgy örülök, amikor látom a szemük csillogásán, hogy valamit sejtenek ebből. Hogy ez nem magától értetődő. Ez egy csoda. És hát olyan jó lenne, ha tényleg ennek is úgy szívből tudnánk örülni. Minden kis gyerek mosolynak, gyerek arcnak. Most amikor ide felé jöttem, éppen jött egy anyuka egy kisfiúval. És hát ezt a viccet nem szoktam kihagyni. Na, jé, hát pont ekkora gyerek voltam én is. Nézed, de az a gyereket. Komoly. Hát mondom, akkor hidd el, amikor ekkora voltam. Pont. Na. Volt már precedens, hogy a gyermekvállalási hajlandóságra tudott valamilyen hatást gyakorolni? Pusztán csak egy példabeszéddel, egy jó beszélgetéssel, egy együtt töltött idővel. Számomra sok szempontból megdöbbentő, viszont érthető az, amikor a 20 éves, 30 év körüli barátaim egész egyszerűen kerülik ezt a témát a félelmeik okán, amit a világgal vagy a világ állapotával kapcsolatban éreznek, amit ön is lefestett, hogy végülis azért tulajdonképpen épp a általunk létrehozott rendszerek roskadozásának a kellős közepén vagyunk, úgy tűnik alternatíva hiányában. Igen. Óvatosan válaszolok. Gondoltam. Nem merem nagyképűen mondani, hogy tudtam rábeszélni fiatalokat, hogy merjék vállalni a gyereket. És hát tényleg egy nagy, akkora öröm, és hát egy csodálatos, amikor jönnek, és vagy fölhívnak, vagy küldik a kis fotót, hogy már jön a harmadik, és hát akkor röpködök. De ehhez megint az kell, hogy közel legyünk egymáshoz, és rácsodálkozunk. Hát Einsteint szoktam idézni, hogy kétféle ember van. Az egyik ember úgy éli le az életét, hogy mindent természetesnek tart, a másik ember pedig tud csodálkozni. És hát most én ebbe próbálok segíteni, mondom, nyisd ki a szemed, vedd észre, és tudjál örülni, és tudjál megköszönni csodákat,
ami itt van. Hát egy kis gyerekben, de itt van ebben a mi csodálatos teremtett világunkban, meg az emberi kapcsolatainkban. Tehát amikor tényleg az ember kap egy kedves üzenetet, hát mondjuk az én életemben, ugye ez elég gyakran előfordul, hogy atya, azt, amit 20 évvel ezelőtt mondtál nekünk, az nekünk ma is fontos. Mondom, mit mondtam én nektek? Már régen elfelejtettem. De neki akkor az sokat számított. Tehát, hogy nem, mondom, akkor nem értem hiába, ha neked akkor tudtam segíteni. Tehát megint visszatérünk a karácsony ünnepéhez, hogy az Úristen erre hív bennünket, erre bátorít, hogy adjunk reményt, örömet, egy kis szívből fakadó derűt, és meg a megelégedettséget, hogy ezt mindig szoktam mondani. Remélem, nem tűnik blaszfémikusnak a gondolata, azt mondom, hogy ajánljuk mindenkinek az adventi időszakot, mint a legkockázatmentesebb lelki gyakorlat időszakát, mert itt csak élmények vannak. Tehát az ember odafigyel, és egy kicsit változtat mindazon, ami körülötte van, és ráhangolódik erre az üzenetre, igen, akkor csak élmények érhetik. És mind olyan, ami energetizál, ami tovább visz, amitől csak szebb lesz. Az angol adventure és az advent az ugyanúgy az eljövetel, tehát tulajdonképpen abszolút spirituális kalandként is megérhető a karácsony előtti. Tehát ezt, hogy csak be kell fogadni ezeket az ajándékokat. Muszáj vagyok megkérdezni, hogy mi van a motorozással? Hát ki kell ábrándítanom mindenkit, mert a motorozásom története azt jelenti, hogy van egy kedves barátom, aki vett egy Harley Davidsont. És megkért, hogy üljek föl, és ő lefotóz. És ennyi az egész? Na hát aztán ennek kapcsán hát minden motoros találkozóra meghívnak. Nem egyszerűen az édesapjának voltak motorjai, vagy valahogy a családon. Motor versenyezett is. Az igaz. Meg azért volt egy Simpson Schwalbém is, még Mária Nostrán. Kettőt is estem vele. Na jó, akkor muszáj megkérdeznem, hogy mi a helyzet a néptánccal. Hát, sajnos be kell vallanom, hogy tegnap előtt is táncoltam. A Váci Kórház Tóma klubjába mindig eljárok, ez egy nagyon kedves baráti kör, és hát egy kedves nyugdíjas táncegyüttes adott egy kis műsort, és a végén fölkértek engem is, úgyhogy kénytelen voltam beállni. De kedves emlékként őrzöm. Hát hála Istennek, hogy ilyen jó karban van, és egészségügy is ennyire. Hát igen, ahogy a kéményseprő mondja, a koromhoz képest elég jól nézek ki. Jó, hát akkor legyen a kulcsunk a hagyományőrzés, hiszen végül is azért beszélgethetünk együtt, mert advent alkalmából megtisztelt minket. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm. És áldott ünnepet mindenkinek. Köszönjük szépen.